A Nagy Lajos falvi, azaz Padinai Tóth Tianna 2 éves kora óta 2-es típusú spinális izomsorvadásban szenved. Tiannának most egy köhögést elősegítő készülékre van szüksége, ami 5000 euróba kerül. Az Antalfalvi Községi Szeretett Jótékonysági Szervezet úgy döntött, hogy jótékonysági vásárt szervez Tianna megsegítésére. Szeptember 18-án a Padinai Mihály Babinka művelődési otthon előtti téren sikeresen megvalósult a jótékonysági rendezvény. Mint minden jótékonysági megmozduláson, ezen az eseményen is jelen voltak a szervezet torontálvásárhelyi tagja is. Hát a mai humanitárius bazárt, ugye egy padinai kislányért csináljuk, köhögtetőgépre van neki szüksége, és úgy döntöttünk, hogy az online bazárunk mellett csinálunk egy ilyen nyitott téri bazárt is Padinán, ugye a kislány szülőhelyén. Még egy kis pénzösszeget szedjünk össze, mert hát itten ugye azokat a cikköket, amit online nem bírnak megpróbálni, vagy megnézni, itten alkalmuk van, és akkor könnyebben el fog kelni. Széles kínálat, élénk vásárlói érdeklődés jellemezte a jótékonysági rendezvényt. Mint mindig is cifra és sok oldalú az ajánlat, ugye mindig a kalácsok, az édesség, újdonság a kávé, a tea, amit helyszínen főzünk, van ugye a limonádé, az most már lassan majd kimény, mivel hát jönne a hűvösebb idő, azt fölcseréli a tea, van mindig egy kis házi díszlet, kozmetika és a virág. A kereslet az mindig nagy, de mindig attól függ, hogy mit kínálunk. Tehát a kínálattól függ, hogy mekkora lesz a kereslet. Mert minél sok oldalúbb az ajánlat, annál jobban el fog menni. Hogyha mindig csak egy formacikket kínálunk, akkor mindig az ára is esik neki, mivel elhalmozódik a piac. Összesen 107.175 dinárt sikerült összegyűjteni, amely bizonyítja, hogy a padinaiaknak nagy szívük van, és mind számíthatnak egymásra. A szervezők minden érdeklődőt a csatlakozásra, közreműködésre és jó cselekedetre buzdítanak. Hát, mint mindig szép összegöt, és minél nagyobb látogatást, ez a mi célunk, és ezt is várjuk minden alkalommal. Ismét összefognak a községi szervezet tagjai, jótékonysági vásárt szerveznek a torontálvásárhelyi piac téren október 1. napján. Egy torontálvásárhelyi anyuka megsegítésére. Hát a következő lépésünk az Debejacsán, a kukoricanapok alkalmával, október 1-én egy új bazár, amit egy torontálvásárhelyi fiatal anyukáért csinálunk, aki mellrákba szenved, és avval próbálunk neki majd segíteni egy kicsikét, hogy a költségeket, ami várja, hogy ugye megkönnyebbítsük neki.